Köszöntöm kedves nézőinket! A Régió Plus Televízió térségi, közéleti magazinjának 73. adását látják. Ízelítő mai témáinkból. Egy hónapja működnek az új járási hivatalok. A tapasztalatokról beszélgettünk Gödöllőn a járáshivatal vezetővel. Pest megye legnagyobb önkormányzati tulajdonú szolgáltatója lett a Dabas és környéke vízügyi Kft. 20 éves fennállását ünnepli a Gödöllő táncegyüttes. Február 9-én ünnepi műsorral kedveskednek az érdeklődőknek. 3-0-ra győztek a Teva Gödöllői Röplabda Klub lányai az osztrák Linz csapatával szemben. január 1-től indították újra a járási rendszert Magyarországon. A Gödöllői Járási Hivatal érére dr. Urbanics Gábort nevezte ki Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. 1971-ben születtem Esztergomban. A szokásos 5 év tanulmány után 1995-ben végeztem a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán jogászként. A jogi diploma megszerzése után közigazgatásban kezdtem dolgozni. Rögtön az egyetem után először az Esztergomi Városi Bíróságon dolgoztam, utána pedig jegyzőként dolgoztam Komárom-Esztergom megyében 7 éven keresztül. 3 településen dolgoztam jegyzőként. Az első jegyzői pályám az egy 846 fős kis település volt Mogyorosbánya Esztergom mellett, ahol 4-en dolgoztunk a polgármesteri hivatalban, ott tanulja meg az ember igazán a szakmát. Ugye egy 4 fős hivatalban mindenki csinál mindent, tehát elég nagy rálátásom lett a közigazgatási ügyekre. Lehetőségem adódott, hogy szülővárosomban, Esztergomban megpályázzak egy aljegyzői állást, amit sikeresen el is nyertem 1997-ben. Ezután a feladat elnyerés után a feladataim közé tartozott az, akkor úgy mondták, hogy közigazgatási irodának a vezetése, ma úgy mondják azt, hogy okmányirodának a vezetése, tehát a gépjárműügyek, az okmányügyek, a szabálysértési ügyek, a birtokháborítási ügyek, az állattartási ügyek, tehát elég széles volt a spektrum, minden hozzám tartozott, plusz még a nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás is a feladatomba került. Esztergom után Pest megyében is dolgoztam jegyzőként Nagykovácsiban, tehát összesen 7-8 év a jegyzői múltam. A jegyzőség után minisztériumokban dolgoztam a közlekedési és vízügyi minisztériumban, a miniszteri kabinetben, majd pedig az informatikai és hírközlési minisztériumban dolgoztam, szintén jogi pályán, tehát jogászként, közigazgatási ügyeket intézve. Nagy feladataim közé tartozott a kodifikációs előkészítés, tehát miniszteri rendeleteket készítettünk elő, és egyéb szintű jogszabályokban is közreműködtünk. A minisztériumi munka után a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál dolgoztam, mint a hírközlési ombudsman mellett dolgozó jogász, tehát internet, telefon, mobiltelefon ügyekkel is foglalkoztunk, tehát gazdasági ügyekkel elsősorban, tehát szerződésekkel és ezekkel kapcsolatos jogvitákat kellett tisztázni. Az ez előtti munkahelyem pedig az Országgyűlés Hivatala volt, ahol szakmai osztályon dolgoztam. Ott is konkrétan szerződésekkel, megrendelésekkel és egyéb gazdasági feladatokkal kellett foglalkoznom. Tavaly december 17-én nevezett ki Navracsics miniszter úr a Gödöllői járási hivatalának a vezetőjévé, és január 1-én kezdtem meg a munkát itt Gödöllőn. Január 1-ével ugye mindenhol elindultak a járási hivatalok. Gödöllőn ez hogy alakult? Zökkenőmentes volt-e az indulás? A
járási rendszernek az újjáélesztése Magyarországon ugye 2013-ban kezdődött. A járási rendszert 1983-ban számolták föl Magyarországon a közigazgatásban, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy 30 éven keresztül volt egy csipke-rózsika álom a járási rendszerben. A zökkenőmentesség az az okmányirodáknál elmondható. Ugye a járási feladatok átvételekor nem csak okmányirodai feladatokat kellett, hogy január 1-én újjáindítsunk, hanem ezen kívül építésügyi hatóságot, gyámhivatali feladatokat vettünk át, a helyi védelmi bizottságnak is a feladatait át kellett venni. Ezen kívül pedig járási rendszer integráns részét képezik a földhivatalok, ugye nem minden járásban, de Gödöllőn található földhivatal, állategészségügyi hivatal, népegészségügyi hivatal és munkaügyi kirendeltség is. Tehát ezeket a hivatalokat be kellett tagozni újra a járási rendszerbe. A szakigazgatási szervek, tehát amiket az előbb elmondtam, működésében túl sok változás nem történt, tehát ott zökkenőmentesnek mondható az átállás, ami szintén elmondható, hogy a járás területén található három okmányiroda is a december 28-a volt az utolsó munkanap. December 28-ához képest január 2-án sikerrel tudtak kezdeni változatlan feladatokkal a munkatársak. Ahol zökkenők történtek, az inkább azok a területek, a hatáskör tisztázása miatt még nem volt teljesen tiszta a feladat. A legnagyobb kihívást, meg a legnagyobb feladatot az a gyámügyi hatóságnak a munkája jelenti. Gyámügyi hatóságok ugye most 15 településen kellett, hogy átvegyék azt a munkát, amit eddig a települési önkormányzatnál folytattak. Ennek a megszervezése, ennek a feladatnak a működését biztosítani elég nagy logisztikai munka. Most január 28-a van, tehát körülbelül 20 munkanappal vagyunk a kezdés után. Most már elmerem mondani azt, hogy zökkenőmentesen fogunk tudni működni a gyámhivatal feladatait illetően is. A legnagyobb problémákat ugye az jelenti, hogy a gyámügyi ügyintézés az folyamatos, tehát ott nincsen csütörtök éjszaka vagy szombat reggel, nem lehet arra hivatkozni, hogy nincsen ügyfélfogadási idő. A kiskorúaknak a védelmét, meg a kiskorúak érdekeit folyamatosan, tehát a héten 168 órában kell biztosítani. Ennek igyekszünk megfelelni. Amúgy, ha már az ügyfélfogadás szóba került, azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi ügyfélfogadási rendszer, 2013. januári ügyfélfogadási rendszer, az nem különbözik a 2012-es decemberi ügyfélfogadási rendszertől, tehát hogyha valaki az okmányirodában szeretne ügyet intézni, ugyanabban az ügyfélfogadási időben tudja ezt megoldani, mint már eddig megszoktak az ügyfelek. A gödöllői okmányirodán kívül a járás területén még Pécelen és Veresegyházán is működik okmányiroda. Ezen a kettő helyen járási kirendeltség is működik, ahol gyámhivatal is működik, ahol az ügyfélfogadás biztosított az ügyfelek számára. Ezen a három kirendeltségen kívül még Csömörön és Kistarcsán és Magyaródon is működik kihelyezett kirendeltség. Ott is igyekszünk megfelelni az ügyfeleknek az igényeinek. Ugye a hivatal az nem önmagának való. Tehát a hivatali munka az nem saját magáért történik. Az elsődleges feladat az az ügyfeleknek a kiszolgálása. Eddig még visszautasított ügyfélről nem tudok, nem is történt ilyen.
olyan elvek szerint működik a járási rendszer, hogy előfordulhat olyan, hogy az ügyfeleknek a hatásköri tisztázás miatt néhány percet várniuk kell, vagy akadnak kisebb fennakadások, de ügyfelet elküldeni nem szabad. Minden ügyfelet ki kell szolgálni. Ez a járási rendszernek a lényege. Urbanics Gábor elmondta, hogy a gödöllői járás a legnagyobb megyének a legnagyobb járása, 138 ezer ügyfél tartozik hozzájuk. A szakigazgatási szervekkel együtt 226 fő látja el a munkát. Az állomány mostani létszámából körülbelül 10-14 fő hiányzik még. Fontos szempont a felvételnél, hogy a jelentkező rendelkezzen 5 év közigazgatási gyakorlattal és megfelelő végzettséggel az adott posztra. Minden olyan 90%-ban feltöltött körülbelül a hivatali létszám, de az ügyirat hátralékunk az nulla, az ügyfélfogadás az 100%-os, tehát igyekszünk úgy működni, hogy az ügyfelek ne vegyék észre azt, hogy nem vagyunk még teljes létszámon. Nem olyan régiben Tarnay Richárd kormány megbízott végigjárt a járás hivatalokat. Hogy volt megelégedve a gödöllőivel? 2 hete hétfőn történt a kormány megbízott úrnak a látogatása. Ez volt az első olyan járási központ, amit kormány megbízott úr meglátogatott. Tehát az első napján, a bejárásnak az első napján ellátogatott Gödöllőre. A gödöllői munkatársakkal, tehát akik akkor itt tartózkodtak az épületben, mindenkivel megismerkedett kormány megbízott úr, mindenkivel legalább 3-4 mondatot beszélt arról, hogy hogyan látja a járási rendszernek a működését, milyen eszközökre van még szüksége, mennyire van leterhelve, és hogyan érzi azt, hogy mik azok a segítségek, amiket a kormányhivatal meg tud adni az ügyintézőnek. A látogatás végeredménye az pozitív volt. Ugye azok a problémák, amikkel küzdünk, tehát létszámfeltöltés, ingatlan helység problémák, ezeket igyekszünk minél hamarabb úgy megoldani, hogy az ügyfeleket méltó módon tudjuk kiszolgálni. Önnek és a munkatársainak mi a tapasztalata arról, hogy az ügyfelek hogyan vették ezt a járáshivatal változást, tehát hogy kialakultak a járáshivatalok, és most már talán ugyanoda kell menni, de másképp lehet ügyintézni? Kettőféle választ tudok adni. Az egyik az, hogy a járási szakigazgatási szervek, tehát például mondok egy konkrét példát, egy földhivatal működésében az ügyfelek nagyon kevés változást vettek észre. Ugyanazon a helyen, ugyanabban az ügyfélfogadási időben ugyanazok az ügyintézők intézik ugyanazokat a dolgokat, tehát ott a járási rendszer gyakorlatilag 100%-osan zökönömentesen úgy tudott átalakulni, hogy az ügyfelek szinte semmit nem vettek észre a váltásból. Az okmányirodai részeken ott ugyanez a helyzet, tehát ott is gyakorlatilag ugyanannál az ablaknál ülő, ugyanazok az ügyintézők intézik ugyanazokat az ügyeket. Ami változás, az az építéshatóság és a gyámhivatal, amire az előbb utaltam. Ugye az építésügyi hivatalnak a legfőbb feladata az lesz, hogy az elsőfokú hatóság által kiadott engedélyek alapján történő építkezéseket ellenőrizzék. Ez a rendszer, ebben a rendszerben még vannak olyan problémák, amiket még nem sikerült tudatosítani, hogy ezekre mi a megoldás. Az első héten voltak olyan kérdések, hogy ha be akarok adni mondjuk egy bontási engedélyt, vagy be akarok adni egy építési engedélyt, akkor hogyan kell eljárnom, de ezeket a dolgokat már tájékoztatókkal sikerült megoldani. December végéig szeretnék kialakítani a kormányablakokat. Ez Gödöllőn hogy áll most? A kormányablakoknak nem személyi és nem tárgyi feltételei hiányoznak a januári bevezetéshez, hanem a
kommunikációs gerinchálózatnak a kiépítésétől függ a bevezetés. Ugye a tervezett kiépítés, ez egy informatikai rendszer, a tervezett kiépítés az októberre várható, tehát októberben várható az, hogy Gödöllőn megindul a kormányablaknak a működése. Az országban ugye 300 kormányablakot kívánnak létrehozni, ebből Pest megyében, ugye mivel ez a legnagyobb megye, ezért nem 20-szal osztva, nem 15, hanem 37 lesz az, ami megkezdi a működését. Ez azt jelenti, hogy járásonként, tehát hogyha 37-et elosztom kettővel, akkor a matematikai átlag az az, hogy kettő kormányablak lesz járásonként. Ugye a járási székhelyen működő okmányiroda az egy biztos pont, tehát Gödöllőn biztos, hogy lesz kormányablak. A második hely, tehát hogy a másik kormányablak a járáson belül hol lesz kiépítve, azt még nem tudom megmondani. Nagyon sok tényezője van, hogy merre. Ugye nyilván azok a települések, amik Budapesttel, tehát a valamelyik fővárosi kerülettel határosak, amiktől mondjuk 7-8 kilométerre található egy kormányablak, mert minden kerületben lesz, azok, hogy mondjam, kevesebb eséllyel pályáznak erre a posztra, mint akik távolabb vannak. Tehát most mondok egy konkrét példát. Kistarcsa, vagy Csömör, vagy Kerepes, amik tényleg Budapesttel konkrétan határosak, az ő részükre ugye biztosított, hogy 7-8 kilométeren belül kormányablakhoz tudnak jutni. Tehát inkább azok a részek élvezhetnek előnyt, amik ugye földrajzi távolságban vannak messzebb a jelenleg működő okmányirodáktól és a jelenleg kialakításra szánt kormányablakoktól. Ugye a kormányablakoknak a tesztüzeme jelenleg már zajlik. Ugye van 61 olyan hatáskör, amit a jelenlegi kormányablakokban már, tehát a most működő kormányablakokban el lehet intézni, de ez a 61 hatáskör, ez ugrásszerűen meg fog nőni. Tehát ott A-tól Z-ig ügyintézés lesz, ugye ez az egésznek a lényege. És ugye ez egy információ áramlási probléma, tehát attól függ, hogy ezt a informatikai gerinchálózatot mikor tudják kialakítani. Még búcsúzóval annyit szeretnék hozzátenni itt az információkhoz, hogy az ügyfélszolgálat az elsődleges célja a járási rendszernek, és igyekszünk maximálisan kiszolgálni minden ügyfelet, bárhol lakik, akár kirendeltségi körzetben, akár kis településen, ami most nem kapott kirendeltségi státuszt. Tehát az elsődleges célja a járási rendszernek, hogy minél közelebb kerüljenek az állampolgárokhoz, ezért még fejleszteni szeretnénk a jelenlegi szervezetünket, és igyekszünk azon lenni, hogy azokon a településeken, amiken még nem működik kirendeltség, létrejön úgynevezett ügysegédi szolgálat. Ezek a járási ügysegédek, ezek azért fontos pozíciók, mert ezek településen belül fognak működni. Jelenleg Erdőkertesen alakítjuk ki az ügysegédi hivatalt, de reményeink szerint több kis település is becsatlakozik majd ebbe a körbe. És ezzel még közelebb kerül a hivatal a lakóhelyükhöz az állampolgároknak. július 1-ével kezdte meg működését a Dabas és környéke vízügyi Kft. A cég vezetőjével, Ritesz György úrral beszélgettünk a megalakulásról és annak miértjeiről. A víziközmű szolgáltatással 2011 év végén új törvény jelent meg, ez a 2011 évi 209-es törvény, ami rendelkezett arról, hogy a jövőben csak nagyobb víziközmű szolgáltatók végezhetik ezt az üzemeltetést. Hogy ennek mi volt a célja? Hát az, hogy a szolgáltatás az
szabályozottabb legyen, korszerűbb, biztonságosabb, és a víz- és csatornadíjak árkülönbségét is egy cégemből jobban ki lehessen egyenlíteni. Az előbb említett törvénynek mi volt a célja? Hát a törvény egyik célja, hogy a sok kis üzemeltető helyett nagyobb, gazdaságosabb szervezetek alakuljanak ki. Ugye úgy gondolták a törvényalkotók, hogy a sok kis üzemeltetőben sok vezető van, a terület szétaprozódott, sok helyen dolgozunk, sok helyen fogadjuk az ügyfeleket, és ezt lehetne központosabban, átgondoltabban, jobban szervezve, így tulajdonképpen gazdaságosabban lehetne végezni a szolgáltatást. Ez az egyik cél, a másik pedig, hogy a víziközmű szolgáltatásban a díjak elsősorban a termelési költségek alapján alakulnak, tehát ahol magasak a vízkitermelés költségei, ott ugye értelemszerűen magasak a díjak, ahol pedig koncentrált fogyasztók vannak, vagy ipari nagyfogyasztók, lehet olcsóbb. Egy nagyobb szervezetemből ezek a díjkülönbségek, költségkülönbségek jobban kiegyenlíthetők. Tehát a jövőben elképzelhető, hogy a központi ármegállapítás során a díjak közelítenek egymáshoz, tehát kiegyenlíthetők a díjak egy cégen belül, nincs szükség egy állami kiegyenlítő kasszára, hanem ez egy cégemből megoldható. Tehát én úgy gondolom, hogy országosan közelíteni fognak egymáshoz a díjak, és ezek a nagy különbségek biztosan csökkennek. A törvény behozta a szolidaritás elvét. Tulajdonképpen ez ezt jelenti, hogy kicsit el kell téríteni a fogyasztók által fizetendő díjakat a kitermelés és a termelés, az egyéb termelési költségektől, hisz egyetlen lakó sem tehet arról, hogy hol lakik, és a ő településén miért kerül sokba a vízkitermelés vagy a szennyvíz tisztításra. Így tulajdonképpen a lakosság terhei közüzemre fordított költségei egyenlíthetők ki majd a jövőben. Sikerült-e a lakosokat tájékoztatni az új kialakult helyzetről? Természetesen az első számlával, amit a Mára Dakő nevében bocsátottunk ki, tájékoztató levelet küldtünk a fogyasztóknak, illetve az ügyfélszolgálatainkon is napi tájékoztatást kapnak, és készülnek az üzemigazgatósági honlapok, készül a cég központi honlapja. Én úgy gondolom, hogy ezen minden tájékoztatást megadunk a lakosságnak. Itt újra az a lényeg, hogy a régi megszokott telefonokat, faxokat, e-mail címeket használhatják, és mint említettem, ugyanazokon a ügyfélszolgálati irodákon várjuk őket a jövőben is, mint eddig. Hogyan áll föl szerkezetileg a Daköv Kft., hol vannak telephelyei, hol van a központja? A Daköv Kft. Tulajdonképpen egy meglévő cég volt, ez Dabas és környéke vízügyi Kft., tehát a központ Dabason volt, és úgy gondoltuk, hogy a nagy cégnek is megmaradhat ez a központja. Dabas a működési terület középpontjában van, körülbelül egy Pest megyében hangsúlyos nagyvárosnak mondható, és a cég infrastruktúrája is megfelelő volt ahhoz, hogy egy nagyobb cégnek a központja legyen. Ezen kívül üzemigazgatósági szervezeteket alakítottunk ki, összesen 6 üzemigazgatóságunk van, ebből a miénk a egyik legnagyobb, a Bagi üzemigazgatóság, és üzemigazgatóság alakult a központban Dabason is, emellett Pilisen, Ráckevén, Abonyban és Manoron. Hogyan értékeli az eltelt fél évet? Hát ez egy jó és nehéz kérdés. Nagyon nehéz volt a új céget így kialakítani, összehozni, önkormányzatokat meggyőzni arról, hogy ez a jó üzemeltetési forma. Jelenleg próbáljuk összehangolni a tevékenységünket. Szerencsére a szolgáltatással semmi problémánk nincsen, minden szakemberünk helyben végzi a munkáját, mint említettem, ezért a szolgáltatásban nem volt fennakadás. Itt a lényeg, hogy az ügyfélszolgálatokat is úgy összehangoljuk, hogy minden fogyasztónk
a már megszokott helyen dolgozhasson, intézhesse az ügyeit a jövőben is. Ezért az üzemi igazgatóságok központjában mindenütt van ügyfélszolgálat, és az egyes nagyobb településen is megtartottuk az ügyfélszolgálatot. Ezeknek van nyújtott ügyfélfogadása is, általában ez a hétfői nap. Hogy tapasztalják, hatékonyabban tudnak-e így dolgozni? Hát a hatékonyság majd reméljük, hogy a közeljövőben fog kialakulni. Biztosan hatékonyabbak leszünk, mert egy-egy nagyobb hiba elhárításnál lehet központosítani az erőket, egyik telephelyről a másikra lehet csoportosítani a dolgozókat, az eszközöket lehet mozgatni, a gépeket, járműveket, anyagokkal, biztonsági készletekkel jobban fel leszünk szerelve, tehát valószínű, hogy a szolgáltatás színvonal javulni fog. A Daköv Kft. Pest megye legnagyobb önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatója. A cég profiljába tisztán vízi közműszolgáltatások tartoznak, úgy mint vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás. A Bagi Üzemigazgatóság ügyfélfogadási rendje a képernyőn látható. Jubileumi kiállítást és ünnepi előadást tart Miénk a világ címmel a Gödöllő Táncegyüttes február 9-én 15 és 18 órai kezdettel a Művészetek Házában Gödöllőn. A rendezvényen közreműködnek a táncegyüttes óvodás, ficánkoló, kiskamasz, druzsba és felnőtt csoportjai. A zenei aláfestést Pál István szalonna és bandája biztosítja. Az együttes vezetőivel és tagjaival beszélgettünk az elmúlt időszakról. Mikor alakult meg a Gödöllő Táncegyüttes? Hát pontosan 20 éve, egy őszi napon, úgy gondolta Iglói Éva és Gémesi György, hogy akkor Gödöllőre is kell a néptánc. Összedugták a fejüket, és a gyerekcsoporttal ugyan, de elkezdődött a munka. És hány fővel indult akkor a munka? Hát olyan 30 gyerek kezdte el a táncot, és aztán szépen-szépen egyre többen ők felnőttek, aztán már ki is maradtak, de most már olyan jó 10-15 éve több 150-180 fővel dolgozunk. Hogyha ilyen sok fővel dolgoznak, akkor esetleg több csoport is van? Természetesen most jelen pillanatban 5, tavaly 6 volt, ez attól függ, hogy a gyerekek hogyan nőnek ki, mennek el. Óvodáskortól egészen a felnőttig így van. Több oktatóval természetesen, hiszen párhuzamosan folynak az oktatások. Esetleg az oktatók nevét felsorolhatjuk-e, hogy kik tanítják a fiatalokat a néptáncra? Természetesen a legkisebbeket Hajdú Zsuzsanna, utána Széphalmi Tóth Judit és jó magam együtt dolgozunk a következő generációval, Hajdú Zsuzsanna és Musza Ahmed a következővel, és akkor végül is négyen a felnőtt csapatban. A csoport egymás után négyszer kiválóra minősült a második legjobb eredménnyel. Többször léptek fel az Erkel Színházban megrendezett néptánc antológián az ország legjobb együttesei között. Táncosaik szólótáncban is kiváló eredményeket értek el, többen rendelkeznek aranygyöngyös, bokrítás, pántlikás, aranysarkantyús díjjal, valamint a népművészet ifjú mestere címmel. Előadásaikat nem csak hazánkban, de más országban is élvezhetik az érdeklődők. Volt a csoport Törökországtól, egész Nyugat-Európát bejárt a külföldön, de hát itt Magyarországon is nagyon sokat utaztunk, és hát vannak olyan helyek, a Hortobágy, ahol mindig szívesen megyünk, vagy nagy nemzetközi fesztiválok itthon Magyarországon, illetve hát olyan megmérettetések, mint a Szolnoki, az Alai Fesztivál, Kálai Kettős Néptánc Fesztivál Nagykállóban, ahova úgy megy az ember, hogy emlékszünk rá, és szívesen gondolunk vissza, hiszen szép sikerek voltak. Hogyan kezdte el a néptáncot, és mikor indult el ezen a pályán? Hát éppen 6-7 éves lehettem, amikor a édesanyám elrángatott a néptánc próbára, és akkor kisebb, rövidebb hadakozások után végül is ezt a pályát is választottam, tehát maradtam a táncba, keze alatt nőttem fel, és át is vettem tőle ezt az együttest. Ez már 37 éve volt. És milyen sikereket tudhat magának? Hát nagyon sok szép személyes sikerem, hiszen szóló táncversenyeket nyertem, nem egyet, nem kettőt, párommal is természetesen.
és hát a csoporttal is éppen a előbb említett kiválóan minősített sorozatunk, de hát én nem csak a Gödöllő Tánc Együttesnél dolgozom, hanem hagyományőrző csapatoknál is, Püspökhatvanban és Veresegyházon, ők keres nagyon sok szép sikereket minősítésekben, külföldi utakban, hát nehéz felsorolni, nem is lehet. Miért jó a gyerekeknek, hogyha néptáncra járnak? Hát tulajdonképpen egy olyan komplex képzést kapnak, ami nem csak arról szól, hogy eltöltenek valahol értelmesen másfél-két órát, hanem egy zenei alapképzést ad, a mozgás a harmonikus, koordinált lesz, és emellett természetesen megismeri a magyar népi kultúrának legalább egy kis szeletét, ami nem utolsó dolog a mai világban. Mit szerettek a néptáncban? Hát, hogy pörgünk, de nagyon elfáradunk benne, de azért jó, meg jó, hogy itt van egy társaság, ahol együtt vagyunk. Hát én csak úgy hobbi. Igen, én is, hogy pörgünk, és hogy segítünk egymásnak a táncolásban, meg hobbiként is. Hát igen, a hobbi az megvan, meg hogy barátokat szerzünk, mert ugye nem mindenki Gödöllőről van, más iskolában járunk, barátokat szerzünk, meg tanulunk is egy csomót. Hát én egyszerűen csak élvezem ezt a táncot, nem kell különösebb okot mondani, a jó és kész. Sok barátot szerzünk, és kifáradunk, és hogyha iskolában nem fáradunk, itt jó, mert levezetjük a sok energiát. Mióta táncoltok a Gödöllő Tánc Együttesbe? 6 éve. Én csak 6. 6. És mi hozott benneteket ide? Miért szerettetek volna elkezdeni néptáncolni? Mert ez egy különleges dolog. Tehát itt egy csapathoz tartozunk, és egy közösség, ami összehoz minket, és mellette nagyon szép dolgokat tanulunk. Hát nekem úgy döntöttek a szüleim, hogy kell csinálni valamit tanórán kívül, és akkor a néptánc volt, mert apa is néptáncolt, meg anya is énekelt, úgyhogy az jött. És hát nyilván azután tudtad meg, hogy milyen klassz csapat, miután eljöttél, de előtte, tehát láttad valahol, láttál néptánc előadást, vagy voltál ilyen fellépésen, honnan tetszett meg? Hát igazából az anyukám mondta, és én nagyon tiltakoztam az első évben, de aztán nagyon megszerettem. Mik a kedvenc táncaitok? Te alapvető a Galgamenti, a mi környékünk, azon kívül most, amit mostán táncolunk, a Vajda Szent Iványi, meg hát... ennyi szerintem, ami... meg a Bodrog köz. Hát én szeretem a Rábaközit, a Galgamentit, de az új is tetszik, a Vajda Szent Iványi. De inkább a Galgamenti az, ami legjobban szeretem. És ezek a táncok, tehát ezeket miért szeretitek? Hogy pörgős, vagy lassabb, vagy összetettebb mozgások vannak benne? Hát az itthoni az ugye alapvető, a többi pedig vagy sikerem volt benne, vagy pedig most, ahogy tanuljuk így, hát szeretem. Hát én is azt szeretem, hogy Püspökhatvanban a tánctáborokban is szoktak jönni hagyománynyőrző idősebb emberek, és ők is szoktak nekünk táncolni, és hát igen, ezt szeretem benne. És hát olyan szerethető tánc, lassú, egyszerűbb, de vidám nagyon. Voltatok-e már valamilyen megmérettetésen, és hogyha igen, akkor mit értetek el? Én voltam 2009-ben a hagyomány, vagy a Közép-Magyarországi Szólótáncversenyen, és ott aranykeszkenős első díjas lettem. Thank you.
És a továbbiakban hogy gondoljátok a folytatást? Hát szerintem az egész életemet meg fogja határozni, és szeretném folyamatosan csinálni ezt a dolgot. Mert aki egyszer belejön, az ki nem mehet ki belőle, tehát ez egy ilyen zár. Hát én is szeretném folytatni mindenképp, amíg lehet, de hát azért megpróbálok rá majd mindig időt keríteni, és szeretném folytatni. Hogyha egy kisgyereket szeretnétek megnőzni arról, hogy jöjjön néptáncolni, mit mondanátok neki? Hát azt, hogy én tanítom az ovisokat, tehát az mindenképp. Valamint nagyon sok játékot tanulnak, sok barátot szereznek, és ez a 45 perc az nekik, amint látom az arcukon, az egy más világ, mint az óvoda, meg mint bármi. Hát én is, hát inkább a játékokra mesélek, ezekre a népi játékok, amiket játszani szoktunk, meg hát tényleg, hogy milyen vidámok szoktak lenni a táborok, meg a táncpróbák, nem annyira a táncról, inkább szóval a mozgásról, meg a munkáról, hanem hát igen, a játékokról leginkább. És mióta táncolsz? Én viszonylag későn, 12 évesen kezdtem el táncolni. A nagynéném a Bagi óvodában dolgozott, és Igló Éva tartott egy gyerektáncházat. És azt hiszem ez volt az a pont, amikor, bár már a szüleim sokkal korábban szerettek volna, hogy menjek táncolni, ez volt az a pont, amikor én úgy döntöttem, hogy én ezt ki akarom próbálni. És hát azóta nem mondhatnám, hogy sok próbát kihagytam. Azóta megy. És a tanítás? Amint említettem, én Bagon, a Muhara Jellemér Népi Együttesben kezdtem el táncolni, és elsőként Igló Évánál kezdtem el asszisztenskedni, majd a lányánál és a fiánál, tehát Mosóci Liviánál és Széphalmi Zóninál tanultam, illetve nekik kezdtem besegíteni a munkában, és ez így nőtte ki magát, hogy most jelenleg a Gödöllő Tánc Együttesben, illetve művészeti iskolában is tanítok. Hogyan állítjátok össze a koreográfiákat az egy-egy műsorokhoz? Minden évben új kihívások vannak, új gyerekanyag, tehát ez a legfontosabb, amihez mérjük, illetve minden évben meghatározzák az adott versenyek is, hogy mikor, mivel érdemes készülni, foglalkozni. A nagyobb gyerekeket is megkérdeztem, hogy mit mondanának a kicsiknek, hogy miért jöjjenek táncolni. Te, mint táncpedagógus, hogyan veszed rá a gyerekeket, hogy szívesen járjanak táncolni? Hát ez megfogtad a lényegét, tehát a motiváció az, ami azt hiszem, hogy a legnehezebb, főleg a mai világban, amikor annyiféle dolog, annyiféle szín, íz, kihívás és mindenféle sport és érdekesség vonza a gyerekeket. Arra törekszünk, hogy egy olyan közösségben legyenek együtt, ami maga a közösség is itt tartja őket, visszahívja őket. Nem mellékes, hogy mozognak, hogy a nagyon, nagyon mozgásszegény életükben azt hiszem, hogy egy elég erős és intenzív, bár csak heti kétszeri alkalommal történő izommunkát viszünk az életükbe. Ez a másik, amit fontosnak tartanék, és a közös élmények, a fellépések, a kirándulások és a versenyek, mert a gyerekek szeretnek versenyezni. Több csoportotok is van. Hol vannak a próbák? Mert gondolom több helyen is vannak. A legfontosabb telephelyünk, vagy a legfontosabb munkánk a Gödöllő Tánc Együttes. Itt több korosztályban is tanítok, én egészen a kicsiktől, a ficánkóló generációtól, a felnőttekig, a kiskamaszokon, nagykamaszokon át dolgozunk. Ezen kívül Püspök 60-ban is van kihelyezett tagozatunk, itt dolgozom jelenleg. Hogy veszed észre a gyerekek, melyik táncokat részesítik előnyben? Ez mindig változó. Az is biztos, hogy egyre korábban igényelik azokat a táncokat, amelyeket régen csak felnőttebb generációktól láttunk. Ami biztos, hogy nagyon szeretnek csapni és pörögni a gyerekek, de ez nem meglepő, azt hiszem, a mai világban. A Gödöllő Tánc Együttes 20 éves fennállását ünnepli. Ez alkalomból két előadást tekinthet meg az érdeklődő közönség. Hát február 9-én lesz 2 műsorunk, délután 3 órakor és este 6 órakor. Lesz egy kiállításunk, amit 2 órakor megnyitunk, azt megtekinthetik, ahol fotókon, relikviákon keresztül villan föl a táncegyüttesnek a 20 éve. És ezen az esti műsoros estén minden korcsoport megmutatja magát? Így van, ez senkit nem hagyunk ki, ez is már szokás nálunk, tehát mi egy nagyon nagy család vagyunk, és próbáljuk azt, hogy legalább egy évben egyszer, kétszer, amikor így összejövünk, akkor valóban mindenki ott legyen, egészen a legkisebbektől a legidősebbekig. A gödöllői röplabdás lányok fölényesen verték a közép-európai Mevza Liga 14. fordulójában az osztrák Linz csapatát. A csapat így a 7. helyen várja a következő mérkőzést.
Egy győztes mérkőzés után beszélgetünk Ludwig Zsolttal, a csapat edzőjével. Gratulálok először is a győzelemhez. Azért a végén egy kis közönség csalogató szituációt láthattunk. Így van, hát kreáltunk egy rangadót ide a végére, és hát szükségünk is van erre, hiszen ez a mostani Linz, akit itt a pályán láthattunk, ez nagyon-nagyon hasonlít azokra a csapatokra, akikkel majd a magyar bajnokságban kell találkoznunk, hiszen remekül védekeztek, nagyon-nagyon szépen működtett a mezőny védekezésük a mérkőzés inkább második felében, azt mondom, és keményen nyitottak, úgyhogy mindenféleképpen erre kell majd nekünk készülnünk, amikor akár a Vasas, akár a TS, akár a Békés Csaba ellenében pályára lépünk. Az elején én azt hiszem, hogy még bennük maradt az, hogy akkor szálltak ki a buszból, és ezért nagyon szépen magabiztosan tudtuk nyerni az első, és azt mondom, hogy a második szettet is, és a harmadik játékrészben egy picit mi leengedtünk, ők viszont följöttek, de szerencsére abba a hibába nem estünk, mint ők otthon Linzben, amikor is 2-0 után elvesztették a mérkőzést, mi pedig egy fantasztikus győzelemmel gazdagodtunk. Beszéljünk egy picit a következő időszak eseményeiről, hiszen a Magyar Kupában bejutott a csapat a négy közé, még két bajnoki találkozó van a Közép-Európa Ligában, egy hazai pályán a Pozsonnyal és egy idegenben a másik Pozsonnyal, remélhetőleg a hazai pályán sikerült győzelemmel búcsúznunk, majd következik a Magyar Kupa négyes döntő előtt a Magyar Bajnokság. Hogyan készülnek most ezekre? Igen, ez egy elég nehéz szituáció gyakorlatilag, hiszen nagyon-nagyon sűrű lesz a következő néhány hetünk, hiszen gyakorlatilag a Magyar Kupa négyes döntőjéig, ami március 1-2-3 időpontilag, igazából nagyon megállásra nincsen időnk. Nagyon-nagyon fontos lesz az Doprasztava elleni mérkőzés természetesen a jövő hét szerdán, hiszen ha azt tudjuk hozni, akkor egy nagyon előkelő helyen végzünk, illetve hát akár 5 győzelmünk is lehet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó eredmény ebben a rangos nemzetközi mezőnyben, de ettől talán még fontosabb az, hogy valóban ott vagyunk a Kupa 4-es döntőjében, pályázik a gödöllői csapat a megrendezésre. Ma éjfél egyébként a határidő éppen a beadásra, és jövő héten el is dől, hogy esetlegesen helyt adhatunk ennek a rangos hazai eseménynek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen lenne itt a kupa, nagyon jó hangulatot tudnánk ide varázsolni, és azt gondolom, hogy még jobb esélyeink lennének arra, hogy kupa győzelmet ünnepelhessünk. De előtte még természetesen van a bajnoki negyed döntő, amely ugye az első helyünk, alapszakasz első helyünk tudatában a 8. helyezett ellen lesz, akit még fogalmunk sincs, hogy kicsoda, hiszen az... Jelenleg, bocsánat, az Újpest és a Palota vívnak egymással. Így van, hát gyakorlatilag ott még szinte bármi lehet, hiszen hát van még két forduló az NB1-ből, igazából még alakulhat úgy, hogy akár az Újpestet, akár a Miskolcot, akár még talán a Kaposvárt is kaphatjuk, és valóban akár még ott van egy Palota vagy bárki, tehát erre még nem kezdünk el készülni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az igazi erőpróba és az első olyan megmérettetése a csapatnak, ahol nagyon oda kell tennie magát, az a Magyar Kupa finálé, és rá egy hétre majd a bajnoki elődöntő. Csengeri Petra mikor állhat csatasorba? Hát én nagyon szeretném, hogyha a bajnoki negyed döntőknek a mérkőzéseiben már bekapcsolódna. A sérülése ugye egy ficam volt, amely azért eléggé hátráltatja az ő munkáját, de jelenleg is edzésben van, mivel nem az ütőkeze sérült meg, hanem a balkeze, ezért ütésben, nyitásban itt van bent a csapatnál, használjuk, beáll a edzéseken. Én azt gondolom, hogy a jövő héten már van arra esély, hogy esetlegesen akár pályára is lépjen mondjuk ütőposzton, hogyha jól sikerül lerögzíteni az ujját, de én nem szeretnék kockáztatni semmit, hiszen rá a legnagyobb szükségünk az természetesen a rájátszás folyamán és a Magyar Kupa döntőjében lesz. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk a képen látható elérhetőségeinkre. Jövő héten is várom Önöket a viszontlátásra!